nem tudom ide sím. Jóra, Eva, rosszra, jóra, Eva, rosszra, vajútig bánatra. Kimennék az útra, végig nézek rajta, látám ide símet, sües láta ingem. Akarám szólítni, szánám buzsítani, ilyen szép ifján megszomorítani. Súgyás megszólítom, egy szóval kettő, hová mész ide sím, merre mész ide sím. Na, de elég az hozzá, hogy az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté, ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért. Az én hazám nem politika, ősi Sacra Pannonia. Sacra, szent és átkozott. Szent, aki a vérét adta, átkozott, ki megtámadta. Szent koronája a hazám. Boldog asszony keze rajta, akinek István ajánlotta, s földi lény nem változtatja. A nemzetem sosem nézte, ki honnan jött, s mi a vére, nem nézte a származásod, csak hogy mit tett uraságod. Magyar kapisztrán Szent János, túri püspök Szent Márton, ezért magyar BEM tábornok, s az aradi 13, de brigadérosocskai nem magyar, sem Károlyi, s áruló utódai. Ezért ez az úrság ország, hogy megmentette Európát, s ezt legalább ötször tette, ho-ho, a kontinens nem feledte. Úgyhogy hányszor bajban voltunk, az biztos, hogy úgy maradtunk. Ahogy Hunyadi Várnában, aztán Nándorfehérvárban, s 500 éve minden órán hősiesen állunk vártán. Most tanítnak felejteni, meg hogy merjünk kicsik lenni, merjen, aki kicsi maga. Hazánkat árulta, adta. Tüzes vízként tallért dobott. Csoda, hogy megzavarodott? Hunyadi, lengesd az ászlót. Idézd Attillát, Szent Lászlót. Mert nem a pénz az én hazám, de hitem, boldog asszonyanyám, és nem áfélyom Szerence. Az egész Kárpát-medence! Ha kimondja egy nyugati történész, vagy egy amerikai történész, vagy magyar történelmisztérium játék, akkor ez azt is kimondta, hogy aki a magyar nemzet ellen fordul, az az ég ellen is fordul, mert a misztérium játékban mindig arról van szó, hogy ki áll az ég oldalán, és ki az ellenfele. Tehát a magyar küldetéstudatban régen is benne volt, és ezt felismerik. Hát a misztérium játékról is csak ezért beszélhetünk, hogy a magyarság különleges feladata az élő égi igazság méltó szolgálata, amit úgy is felfoghatunk, hogy Krisztus pártján Krisztus legfőbb ellenfele ellen fordulni, illetve közéjük állni. Tehát ez a magyar küldetéstudatban nagyon fontos volt. És akkor mondhatjuk, ami megnyugtató gondolat, hogy mert ez történt Trianonban is, hogy akit Istenre emelt
fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem semmisülhet meg, hanem csak legyőzhetetlenné válik. Tehát ez akkor a magyar jövendő.